Kedves nézők, hát egy kis összefoglalót láttak tulajdonképpen ugye az árnyék lovagról. Jurich Tibor vendégünk, aki mindennek a megálmodója, és most könyv formájában, ugye hétfőn be is mutatjuk a nagy közönségnek ezt a történetet. Amikor megtudtam, hogy ide jössz, arra gondoltam, hogy én még láttalak a Danton című előadásban, amelyet Gála Erzsi rendezett, és gyakorlatilag ugye ott megpecsételődött a te sorsod. Túróci Szabi barátom ugye szintén ott volt, és milyen érdekes, hogy ugye mindkettőtöknek van egy ilyen elhivatása a film világába is, hiszen te valahogy ilyen képekben, filmekben kezdted látni az életed. Mikor fogalmazódott meg az, hiszen ugye már évek óta itt vagy, Nyíregyházán játszol, sok-sok darabban látunk, hogy megpróbálod ezt a filmezést? Valahogy a film mindig is bennem volt egyébként, már gyerekkorom óta. Maga az, hogy a színészi pályát választottam, az is tulajdonképpen ennek köszönhető. Óriási hatással volt rám gyerekkoromban a mozifilm, a rengeteg sztár, Bruce Lee-tól kezdve ugye akkor a vidéki srácként a nagy rajongásunk a Sylvester Stallone, tehát hogy a többiek, és annyira elvarázsolt ez a világ, hogy nyilvánvaló volt, hogy én ez nagyon közel állok, és óriási hatással is van rám. Elsőnek ott tűnt ez fel, hogy elmondtam úgy filmeket barátaimnak, hogy végén már ők se tudták, hogy most a Tibi mondta el, vagy ők már látták ezt a moziban. Tehát úgy olyan jól elő tudtam adni ezeket a dolgokat, és ahogy elindult a pályám itt a Móri Zsigmond Színházban, aztán ehhez egyre közelebb kerültünk, és ugye belesodródva színészetbe jártunk castingokra Budapestre, ez a mai napig is így van, csak szomorúan vettem ott észre egy kis csalódással, hogy valahogy mi kimaradunk a szórásból. Maga az árnyéklovagnak is a elindulása ennek köszönhető, akkor is felhívtak egy válogatásra, mégpedig egy angol kriminek a castingjára, ahol engem személy szerint, engem Gyurich Tibort kerestek, mert állítólag engem választott ki a rendező. Pomázi stúdióba kellett felmennem reggel 7:30-re, augusztus 21-én. Ez olyan kiváló egy nyíregyházi színész számára ez a 7:30-es Igen. kezdés. És akkor ugye pont augusztus 20-a ünnep, tudod, tűzijáték, minden, és felbumlisztam. De ott voltál 7:30-kor. Ott voltam, és ott derült ki aztán egy olyan 15 perces sűrűn bólogatással és zavarodott jövésmenéssel övezve, hogy mégsem én vagyok az, akit kiválasztottak. Na, akkor pedig életre kelt benned egy igazságbajnoka szerintem. És már ez több éves dolog volt, eddig úgy lenyeltük, meg úgy nem adtunk neki hangot, na de én akkor ott hagytam mindenkit, és ott hagytam egész nap, még a buszon is hívogatott az asszisztens, hogy elnézést kérjen, és hát mondtam, szerintem jobb esetben ilyen nem fordulhatna elő. De hazajöttem, és akkor már úgy megvoltak a vázlatok ebből, és akkor azt mondtam, rávágtam az asztalra, hogy jó, akkor nem fogunk itt bumlizni Budapesten, meg tudjuk ezt mi is csinálni. Gyorsan összeállítottam a vázlatot, összesűrítettem ugye az írásból magát a sztorinak a fővonalát, és akkor a következő nehéz lépcső volt, hogy ezt tálalnom kell a kollégáimnak a színházban, akikre én gondoltam, hogy velem tartanak-e. Előadtam a történetet, és nagyon-nagyon megnyugodtam akkor, mert rögtön mellém álltak, és egy szó nem kellett, azonnal, Tibi, kezdjük, csináljuk. Még nem is volt pénz, nem is tudtuk, hogy. A forgatásnak az első része ilyen gerilla forgatás volt, tehát ott nem kértünk engedélyt se az utakra, semmire. Ott be volt próbálva a jelenet, este kimentünk, nem volt kocsiforgalom, most gyorsan bepakoltunk mindent, és már vettük fel a jelenetet, tehát úgy, ahogy az kellett, és így indult el az árnyéklovag. És ugye forgattatok is, tehát gyakorlatilag ez elindult, el is jutottottuk valameddig, de hát ahogy általában lenni szokott, ugye muníció hiányában, és ez nem Igen. a szellemi meg a lelkesedés, hanem bizony a pénz, megállt ez a történet. Igen. Aztán eltelt egy jó pár év, és most itt van a könyv. Tehát nem halt ki belőled, és én úgy gondolom, hogy akár a film folytatására is ott van benned a hangulat. Most hétfőn, mert nagyon fogy az időnk, azért próbálom egy kicsit, hogy információkat adjunk a nézőknek. Hétfőn ugye egy könyvbemutatóra várunk mindenkit. Mire készüljünk? Milyen titkokat tudhatunk meg még ezen a könyvbemutatón? Lesznek részletek az elkészült két epizódból. Sokat fogunk beszélni magának a történetnek az alap
mondjam így, alapkoktéljáról, uh-huh. azokról a színekről, ugye ez egy társadalmi panoráma is, annak is készült, véleményezzük a társadalmat, megjelenik a magyar társadalom széles rétege, amiben a problémáival, azokkal az aktuális, minket is érintő, mindenkit érintő kérdéseivel, amit ez feszeget, és a főhős sorsán keresztül is feszeget. És készülünk egy igazi meglepetéssel, ez a számomra az egyik legfontosabb, egy igazi premiért fognak majd látni, nem árulom el, hogy mit, azt a dolgot még nem látták így, és nem hallhatták sehol, ez most egyedülállóan itt fog elhangzani így először. Annyit mondja, hogy mikor, hol, hová kell mennünk? A Móricz Zsigmond megyei könyvtárban lesz a bemutató december 10-én, 17:30-kor. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. Köszönjük szépen!